Két év után újra Magyar Nótától lesz hangos a Hírosagóra Agóra Színház terme. Május 14-én rangos művészek, táncosok adnak kétszer négy órás műsort a Magyar Nótát kedvelő közönségnek. Fejős Jenővel, városunk közkedvelt nóta énekesével, főszervezővel beszélgetünk a következő percekben. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Csokor van kezét, nagy tisztelettel köszöntöm a Kecskemét televízió nézőit. E, ugye két év kényszerű kihagyás után, ismét most 2022-ben lesz már nótaest, ugye dupla nótaest lesz. Szeret. Nehéz volt a kihagyás a szünet után nagyon megszervezni? Nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon, nagyon nehéz volt. Mert még most is azt halljuk a televízióban, hogy 1450 ember beteg lett. És még most is jönnek a kérdések, hogy Jenő, és, 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 mi van akkor, ha hát nem tudok mit mondani, hát ugye én ehhez nem értek, azt mondták, hogy szabad rendezni, nem kell maszk, nem kell semmi, hát bízunk Istenbe, hát ha sikerül. A nóta szerető közösség szerintem ismeri egymást, tapasztal esetleg, hogy van, aki óckodik, még se jön el, pedig előtte valójában mégis eljön. Igen, 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 van igen, ilyen igen, is. igen, 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 sajnos van. Térjünk át a műsorra, illetve vegyük végig a műsort. Tehát az a címe, hogy nézek a nagy messzeségbe. Mire utal ez a cím? Miért ez a címválasztás? Hát ugye május, hát tavasz, hát szerelem, hát mi legyen májusban, ha nem szerelem. És ez egy gyönyörű tavaszi, tavaszidéző, gyönyörű szerelmes nóta, egy, egy, egy szerelmes vagy férfi vagy hölgy, teljesen mindegy, bámul a nagy messzeségbe és kutatja a futófelhők titkát. Tehát gyönyörűen körbe le van írva, nyolc sorba, különben a magyar nótának ez szokása, nyolc sorba szinte egy egész életet leír, hát ez is gyönyörűen leírja, hogy, hogy várja, és érzi, hogy a kedvese, azt mondja a vándor felhő, az új tavasz közel jár már hozzád. Vár a kedves rózsád, ez a tavasz boldog nyarat hoz Hát mi kell lennél nagyobb, mi ennél nagyobb biztatás, ugye? Igen, ez mindenképpen biztató, de akkor a műsor hogy áll ösztetett? két Szer lesz ugyanaz a műsor, Igen. mondjuk el, hogy hánytól hány óráig, illetve hogy a fellépőkről is beszéljünk egy Igen. pár gondolatot, hogy kiket láthatunk a színpadon. Kettő órakor kezdődik az első előadás, négy óra fele van egy szünet, és hatig tart. Hattól hétig pihenő, és ugyanazok az énekesek, ugyanazokkal a nótákkal, másik közönségnek, mert a másik közönség este hétre ül be, aztán, aztán olyan fél 12-12 körül szokott vége lenni, közönségkedvenceket hívtam a hölgyeknél, 60 kis gyöngyi művésznő, csak ki kell mondani a nevet, és a nóta kedvelők tudják, hogy ki. Akkor Somogyi Erika, a Filharmonia szólistája, csodálatos hangú énekes, csodálatos, szereti a közönség nagyon. Velő Gabriella egy nagyon jó énekes, fiatal, fiatal hölgy, gyógyszerész különben, de, de imádja a notát, és nagyon jól műveli. Hát a férfiaknál kellemes mondani, mondok, hogy Bokor János. Hát ő a, a Bokor a nagy Jani. És hogy, hogy demonstráljuk, hogy a fiatalok közt is azért terjed egy kicsit a nóta, nem úgy, mint kellene sajnos. A kis Attila Andor volt már Kecskeméten, hogy hogy énekelt, hogy a közönség mit szólt hozzá. Álva tapsolták, nem tudom, kell -e mást mondani. Ez egy 21-22 éves fiatal szeglédi fiú, ő lesz, és hát én is oda ö, tolakszom, majd én is eléneklek egy pár szép nótát. A címadót is én éneklem. Ö, akik a magyar nóta műfajába kevésbé jártasak, ő, nekik mit tudunk mondani, hogy vonzó legyen ez a műfaj? Pár mondatban foglaljuk össze a műfaj főbb jellegzetességét. Miben különbözik például a népdaltól, a népzenétől? Egy tőről fakad. <hums> alapvető, alapvető különbség, a népzenének, a népdalnak nem ismerjük sem a zeneszerzőjét, sem pedig a szövegíróját. A népies műdal, a magyar nótának ismerjük mind a kettőt. Ismerjük a szövegírót, ismerjük a zeneszerzőt. Nagyon nagy költők, írók foglalkoztak, mondjam Arany János, Gárdonyi Géza, Pósa Lajos. Olyan szövegeket írtak, és egy ilyen, hogy Dankó Pista ilyen zeneszerző, hát nem tudom, hogy kell És ugye beszélgettünk arról is, hogy a magyar nóta, az hungarikum. Ennek a hungarikumnak a mai, a 2022-ben, a 21. században a fiatalokat mennyire nehéz megnyerni, vagy esetleg egy bizonyos kort már el kell érni, hogy valaki közel kerüljön a magyar nótához, és, és szépnek lássa azt, érdekelje. Azt, szok, azt szoktam mondani, hogy ehhez érettségig kell. <coughs> Na most ezt az érettségit egyik gimnázium sem adja. Ez az érettségi itt, és itt születik meg. És én azt kívánom mindenkinek, hogy sokár kapjon érettségit. Mert ha meghalt a szerette szüleje, párja, csalódott, összetört, szóval, na, ezek gyújtják fel az emberben, és meghal egy nótát, és azt mondja, hogy Úristen, hát ez az én, ez rólam írták félelmetes dolgok vannak a nótával, és félelmetes egy ráismerés, hogy Istenem, hát ezt nekem írták. És megvan, megvan fogva, az megvan. van az már az már nóta kedvelő, mert az már szereti és meghallgatja a következőt is. És aki meg van fogva és nóta kedvelő lesz, ő belőle lesz, vagy nóta énekes? Az is lehet. Hát, hogyha van hozzá tehetsége, hangi adottság, megjelenés, egyáltalán, hogy ki mer a színpadra annyi ember elé. Hát azokból lehet, persze, mert, mert egyre több nótát megtanul, egy nótaénekesnek hát több nótát kell, egy jó nótaénekes, mert ugye nem csak az a nóta hogy kiskutya-nagykutya neugas hanem millió-millió dolog van az életben, amire egy nótával tudok válaszolni. Végezetül még egyszer térjünk vissza a nótaestre. Mondjuk el a fő paramétereket, hogy mit lehet tudni akkor a nótaestről május 14 e igen, a jegyeket már lehet kapni a művelődési ház jegypénztáránál, délután 14-től 19 óráig, ott vannak már a jegyek. És, és kettőkor kezdődik az előadás, 14-én, május 14-én kettőkor. És, és minden óta kedvelőt várnak szeretettel, nagyon végre. Nagy szeretettel, nagyon nagy tisztelettel várunk mindenkit, és nagyon jó mulatást kívánunk mindenkinek én is ezt kívánom köszönöm a beszélgetést köszönöm a kedvességét köszönöm a lehetőséget